走走，稍往左一点，往左一点。Augusztus 3-án végre megérkezett az új autó. A kifejezetten a Taszing reptérre beszerzett vontató jármű könnyedén kitolja a parkolóból a több száz tonnás gépet. Habár 16 éves teherautóvezetői tapasztalattal bír, Kuo Tao még mindig izgul egy kicsit. A világ légi közlekedési csomópontjaként 2025-re várhatóan 620 ezer lesz itt a fel- és leszálló repülőgép. Az éves utasforgalma eléri a 72 millió főt, és az utasforgalom garancia képesség a világon a legmagasabbak közé fog tartozni az önálló reptéri terminálok között. Annak érdekében, hogy egy világméretű intelligens repülőtér jöjjön létre, az informatikai részleg 21 projekten dolgozik, és összesen 68 információs rendszer tervezett, amelyek között bonyolult kereszt és műszaki interfészek vannak. Minden részletnek, legyen az kicsi vagy nagy, hiba biztosnak kell lennie. Minden járathoz kell keresni egy parancsikont. Így tehető minden egyes utazás biztonságossá, pontossá és kényelmessé. Igaz, mindez a több tízezer fős operatív csapattal és az általuk működtetett hatalmas rendszerrel lehetséges csak. A bevezetés napjának közelettével milyen kihívásokkal kell szembenézniük? Ötven nap van hátra az új repülőtér megnyitásáig, és még mindig mindenféle madarak keringenek a kifutó felett. A madarak elköltöztetése a madárriasztó csapat első számú feladata. A Taszing repülőtér a Yongting folyó hordaléksíkságán, Peking legdélibb csücskében található. A repteret körülvevő folyó buja növényzettel és gyönyörű ökológiai környezettel rendelkeznek. You can hear the engines laboring, apparently losing power. A világ légiközlekedésének történetében a madárcsapások által okozott balesetek száma végtelen. Fel vagy leszálláskor, ha egy 500 g-os madár ütközik egy óránként 300 km-es sebességgel haladó géppel, a becsapódási erő megközelíti a 3 tonnát, ami egy lövedék becsapódásának felel meg. A repülőterek madaraktól való mentesítése világszintű probléma. Nemrég alakult meg a madárriasztó csapat. A csapatok többsége most dolgozik először a repülőtéren. Ötven nap alatt a különböző szakmákból érkező új csapattagok hogyan válhatnak minősített madárriasztóvá? 飞鹰区总指挥鸟房叫，鸟房有三辆车，申请走一下探戈寺，去西西二区进行鸟类的驱赶活动作业。 Újabb csapattagok csatlakoztak, és Kuan Hong Po elkísérte őket, hogy bejárják a repteret. Egyrészt lehetővé teszi, hogy mindenki a lehető leghamarabb megismerkedjen a helyszínnel,
Ugyanakkor éles helyzetben is szerezhetnek tapasztalatokat. Egyszerre több hasznuk is van. A nap végén a csapat tagjai több száz kilométer gyalogoltak. A valós helyszín a legjobb tanterem. A madárriasztó csapat a szingapúri Chengji repülőtérről lesett el egy új módszert. Az ostor hangjával elűzni a madarakat. Az ostor használata könnyű, környezetbarát, olyan fejlett berendezésekkel használható együtt, mint a hangágyú és a lézerfegyverek. Módszer ugyan több van, de az alapelv egy. A madarak sértetlensége mellett biztosítani kell a repülőtér feletti üres légteret. Az ökológia védelme a fejlődő ökonómia előfeltétele. ITC, a Taxing repülőtér információkezelési központja. Még 43 nap van a kezdésig, és már is megépült Kína legnagyobb okos repülőtere. A mérnökök éppen most végzik az első próbateszteket. Ez egy másik pár láthatatlan szárny. Az ITC összegyűjti az összes üzleti információt, beleértve a repülési információk megjelenítését, a podgyászok visszaigazolását, a biztonsági ellenőrzés információkezelését, stb. Erre a 100 négyzetméternél is kisebb területre, és szinkronban frissíti azokat. A hivatalos működést követően a Taxing repülőtéren felmerülő problémák előre megoldhatók a digitális IKER reptéren. 24 óra kemény munka után 68 rendszer végezte el az első átvezető tesztet, de megjelentek a problémák is. Az ITC mérnökei és a különböző rendszerek vezetői azonnal összegyűltek. Mindenki azt fejtegeti, hogy az ATA tényleges dokkolási ideje az végső soron a leszállást vagy a kerékfékek kihelyezését jelenti. A leszállási idő azt a pillanatot jelenti, amikor a repülőgép eléri a kifutópályát. A kerékfékek ideje pedig azt a pillanatot jelenti, amikor a repülőgép eléri a parkolóállást és felhelyezik a kerékékeket. De a probléma az, hogy még van egy gurulási idő a kifutópályán a parkolóhelyhez. A két esemény között nem telhet el több 40 percnél. Ha összekeverednek, az a podgyász szállításnál késéshez vezethet, ami nem csak az utasok normál kijutását érinti, hanem az egész repülőtér működési ritmusát is megzavarja. Kevesebb, mint 3 nap van hátra a következő átfogó gyakorlatig. Sikerülni fog zökkenőmentesen beindítani az okos repülőteret? Délután 2 órakor időben megkezdődött a földi legénység napi kiképzése. A légi járművontató járművek a legértékesebb felszerelések a repülőtéri földi kiszolgálásban. Jelenleg a világon a legtöbb utasszállító repülőgép nem rendelkezik tolató funkcióval. Ha el akarja hagyni a helyet, ahol parkol, akkor csak a repülőgép vontató járművére támaszkodhat. Egyetlen vontató jármű több millió yuant ér. A terv szerint a Taxing repülőtér hivatalos üzembe helyezését követően a China Southern Airlines
az üzemeltetési részesedés 40%-át fogja birtokolni. Ezzel az első helyen áll majd. A környékbeli falusiaknak a taszingi új repülőtér megépítéséhez nyújtott támogatásáért cserébe a China Southern Airlines által felvett első vontatójármű vezetők szinte mind a repülőtér körüli falvakból és városokból származnak. A repülőtér gazdasági övezete kezd kialakulni. A vontató vezetésének első alapelve csak lassan. A vezetőnek teljes figyelmet kell fordítania arra, hogy a vontató sebessége ne haladja meg az 5 km per órát, és óvatosan haladjon a taxivonalon. A gyakorlótér és a repülési terület között csak egy fal van, de ezen a falon nem könnyű átjutni. Két óra telt el. Az ITC teremben folytatódik a vita a különböző mozzanatok meghatározásáról. A repülési menetrend a nemzetközi gyakorlat szerint elsősorban 6 kódra vonatkozik, amelyek a repülés tervezett, várható és tényleges fel- és leszállás idejét reprezentálják, összesen 6 állapot jelzi ezeket. Az intelligens repülőterek korszakában a repülőterek üzemeltetése és irányítása kifinomultabbá vált, és a repülési földi támogatás minden aspektusára megfelelő kódokat határoztak meg, amelyek száma 22-re nőtt. A különböző ágazatok azonban nem következetesen értelmezik és használják ki ezeket az időpontokat. Ha nem egységesek, akkor nem csak a digitális repülőtér nem fog működni, hanem a valódi repülőtér is megbénul.所以咱们要统一所有全统一，其实我们就要抛开以前的这个观念，我们ADD这个实际上对于这个，因为机场是一个跨越组织边界的一个大的组织，所以我们通过信息系统呢，为大家提供信息共享，基于这种信息共享呢，提供流程之间的整合，那么最终实现大家之间的协同一致，机场才能够。 Végső soron mindegyik rendszer teljesen egységesítette a 22 pillanatkód fogalmát. A Big Data korszakában az adatok pontossága a legfontosabb az ITC működésében. Az egységes időbázissal a repülőtér 68 üzleti rendszere valóban egy családdá vált. Kínában ez az első alkalom, hogy ilyen átfogó információ megosztás és koordináció jöjjön létre a személyszállítás, a városszállítás, a periférikus forgalom és a biztonságirányítás területén. Két nappal később az intelligens repülőtér fogadja a szimulációs utasok első értékelését. Hajnali 4. A madárriasztó csapat már munkába állt. Ma van a harmadik átfogó gyakorlási nap. Az elmúlt 10 napban a madarak után feküdtek, a madarak előtt keltek, ez már megszokottá vált a madárriasztó csapat tagjai számára. Még 40 nap van hátra a működés megkezdéséig, és jön a vonuló madarak szezonja. A nagy madárrajok érkezése előtt itt egységesen körülbelül 3 cm-esre nyírják le a gyepet, hogy a repülőtér ne váljon pihenőhelyé és nagy menzává a vándormadarak számára. Reggel 6 órakor már intenzíven készülődik az információkezelési központ. Ma 3191 szimulált utas vesz részt a gyakorlaton, ismét emelkedett az utasok száma.
Az okos repülőtérbe valós időben bekerülnek. Összesen több mint 100 000 csoporttal a bejelentkezésük, biztonsági ellenőrzésük, beszállásuk és egyéb információik is. Az ITC feladata ma annak ellenőrzése, hogy a rendszer megfelelően tudja feldolgozni ezeket az adatokat. Reggel 7 órakor Lee Ming-jie rendszerfelügyelő a terminálhoz sietett. Mielőtt az utasok megérkeznek, neki végig kell mennie a terminál épület utasterén, hogy ellenőrizze, hogy a több ezer intelligens repülőtéri rendszerberendezés megfelelően működik-e. Where is the international arrival? You can take an elevator desk downstairs to the first floor. Azonnal kezdődik a gyakorlat, és még nem ért véget az Airport Ambassador csapat délelőtti órája. Reggel 9 órakor a szimulációs utasok első csoportja belépett a terminálba. A kiképző osztályt áthelyezték a gyakorlati helyszínre. A repülőtéri nagykövetek valamennyien polgári légiközlekedési szakon végeztek, jól ismerik a repülőtér működését. De egy kulturált repülőtér felépítéséhez és az utasok CVS kiszolgálásához ezt a 169 fiatalt még alaposabban és átgondoltabban kell felkészíteni. 3 hónappal ezelőtt Liu Chenxi a fővárosi repülőtérről a Taxingyi telepre költözött. Akkoriban a terminál épülete még építés alatt volt, csapatuk mindössze 1 tucat emberből állt. A check-in szigetektől a beszállókapukon át a kisboltokig és az elsősegélykészletekig Liu Chenxi és kollégái bejárták a terminál épület minden sarkát, és minden részletet leírtak, amit az utasok kérdezhetnek. Üdvözöljük Pekingben! Üdvözöljük Kínában! Egyre közeledik az üzembehelyezés napja. Minden lelkes segítség, kiváló tanulási lehetőség. Délfelé a szimulációs utasok egymás után jutnak át a biztonsági ellenőrzésen. Megkezdődik a beszállási folyamat. A Big Data az okos repülőtér alapköve. Minden alkalommal, amikor információt gyűjtenek, annak pontosnak kell lennie, nagyon pontosnak. Az utasok beszállásának szimulációja közben a terminál több mint 9000 érzékelője gyorsan továbbít hatalmas adatokat az információkezelő központnak. Minden alkalommal, amikor adathibát találnak, a mérnököknek több tucat interfészt kell átnézni, és időben ki kell javítaniuk a számítási kódot. Talán száraznak tűnik, de csak így biztosítható az okos repülőtér normális működése. Munkájuk előrehaladása közvetlenül meghatározza, hogy a Taxingyi repülőtér időben üzembe helyezhető-e. IC主要运用了大量的人的技术，大数据的技术，以及这个人工智能的这技术，来实现了我们整个这个机场这个旅客处理流程的这个自动化。那么，其实我把你这个人投射到虚拟世界中去，那么你的头上就会带一个标签，你来机场够不够物？你喜欢去哪家店？
当然在经过你允许的情况之下，利用你的这些信息为你提供更好的服务。16 órakor a szimulációs utasok elhagyták a pályát. A harmadik átfogó gyakorlat sikeresen zárult, de az ITC továbbra is nagy sebességgel dolgozott. A repülőtér üzembe helyezése után ezek a nagy adatok pontosabban kerülnek visszajelzésre a repülőtér üzemeltetőjének és minden utasnak. A jövőben minden személyre szabott push a legőszintébb üdvözlés lesz az okos repülőtértől. Ez egyben az intelligens városok építésének útját is feltárja Kínában. Augusztus 17-én 39 nap van hátra a repülőtér üzembe helyezéséig. Reggel 9 órakor két repülőgép üzemanyag elemző árnyéka időben megjelent a 15 méter magas olajtartályon. A lényben a csöngtét sem fang egy fang. Ez a napi rutinjuk. Mától azonban hivatalosan is üzembe helyezik a Taxing repülőtér repülőgép üzemanyag rendszerét. Ez Kína legnagyobb repülőtéri repülőgép üzemanyag tároló raktára, melynek felépítése 661 napot vett igénybe. 8 tárolótartállyal rendelkezik, összesen 160 ezer köbméteres tartalékkal, ami elegendő a világ 510 legnagyobb utasszállító repülőgépének megtöltéséhez. Peking messze van az olajtermelő területektől. Honnan származik ez a hatalmas mennyiségű repülőgépüzemanyag? A mérnökök két fő csatornát építettek a Taxing repülőtér számára. Az egyik a Tianjin-Peking 2-es számú olajvezeték Tianjinből, a másik a Renqing olajvezeték Renqiuból, Höpei tartományból. Ezen a két vezetéken keresztül a Taxing repülőtér évente 4 millió tonna repülési kerozint kap, ami 630 ezer repülésre biztosít elegendő üzemanyagot. Természetesen a mennyiség biztosítása csak az első lépés. A kulcsfontosságú az olaj minőségének biztosítása. Minden tüzelőanyag minta felét tesztelésre használják. A másik felét pedig őrizni kell, hogyha a jövőben bármilyen probléma adódna, a forrás közvetlenül nyomon követhető legyen. 101 napos ülepítés és szűrés után a repülőgép üzemanyag olyan tiszta és átlátszó lett, mint a víz. A sikeres tesztelés után a repülőgép parkolóhely irányába veszünk utunkat. Újoncok fejlődése, rendszer optimalizálás, technológiai fejlesztés. Az üzembe helyezésig tartó visszaszámlálás kezdete óta a különböző részlegek erőfeszítései kezdeti eredményeket értek el. Taxing repülőtér hosszú távú éves utasforgalma azonban 100 millió. Egy nemzetközi légiforgalmi csomóponthoz, nemzetközi szolgáltatásokra és világszinten vezető hardware szabványokra van szükség. 9 nappal később az egész repülőtér újabb nagy tesztet és rossz látási viszonyok közötti extrém tesztrepülést indít.
Reggel 7:30-kor a CA-1569-es járat felszállt a pekingi fővárosi repülőtér egyes kifutópályájáról, és a pekingi terminál irányítóközpontjának irányítója vette át az irányítást. Hamarosan repülési információk özöne következett. 我们整个新的东方区涵盖了首都机场、大兴机场、天津机场三个千万级以上的机场。 Az eltérő repülési magasság és pozíció szerint a repülőgép repülése során sorra el kell fogadni a torony, a megközelítés és a magaslati terület irányítóinak irányítását. Olyan ez, mint egy repülőváltó verseny. A terminál irányítójának fő feladata az induló repülőgépek fő légútra vezetése, vagy az érkező repülőgépek sorba irányítása és a repülőtéri kifutópályához való igazítása. Az utasok esetében körülbelül 10 perc a felszállás után és 10 perc a leszállás előtt ez a folyamat. Ez a Taxing repülőtér egyik legfontosabb légiforgalmi irányítását támogató projektje és Kína legnagyobb terminál irányító központja. Ez itt a Peking-Tianjin Hubei polgári légiközlekedés legerősebb agyaként is ismert. A több mint 2000 négyzetméteres irányító csarnok összesen 56 irányító üléssel rendelkezik. Kínában nincs párja, és a következő 10 év igényeit is kielégítheti. Amellett, hogy hatékonyan támogatja a nemzeti Peking-Tianjin-Hubei integrációs stratégiát, fontos garancia is arra, hogy a Taxing repülőtér a világ légiközlekedési csomópontjává váljon. 4 nappal később a Taxing repülőtér rossz látási viszonyok közötti tesztrepülést hajt végre, a legerősebb agy bevezeti az első tényleges gyakorlati tesztet. Pekingben az augusztus időnként felhős, esős és erős köd jelenhet meg. Az időjárás előrejelzés elemzése szerint 2 nap múlva a repülési viszonyok a Taxing repülőtéren a rossz látási viszonyok közötti tesztrepülési paraméterekhez közelítenek. 三类的话，no DH 啊。Shang Feng, a China Eastern légitársaság vezetőkapitánya 17 éves pályafutása során több mint 14 ezer órát töltött repüléssel. 2 nappal később ő és a legénység vezetik a leszállást a Taxing repülőtéren, megküzdenek az extrém rossz látási viszonyok mellett a repülő vezetésével. Ha a pilóta nem látja tisztán a repülőtéri kifutópályát, a műszerrel irányítja a leszállást, amit vak leszállásnak is neveznek. A nemzetközi szabványok szerint a repülőgép műszeres leszállási fokozatait 3 kategóriába sorolják, amelyek közül a legmagasabb fokozat a CAT-3. Minél magasabb a szint, annál alacsonyabb a szintje a látási viszonyoknak. Ellenben annál magasabbak a követelmények a pilótával és a repülőtérrel szemben. A Taxing repülőtér célja, hogy a repülés megkezdésekor a legmagasabb szintű, 3 szintű működési feltétel álljon rendelkezésre. Extrém repülés. Sikeresen vehető ez a kihívás? Augusztus 25-e. Az indulásig még 31 nap van. Reggel 7 óra. Xu Ansen és kollégái tervezik a mai ellenőrzési útvonalat. A pilóta személynek nevezett navigációs segédfények irányítását igénylik a közeledő és leszálló, illetve a pozícióba gurulást végző repülőgépeknél. Az extrém alacsony látótávolságú repülés kihívásával szembenézve először gondoskodnunk kell arról, hogy a repülési területen lévő több mint 32 ezer világítótest valós időben legyen vezérelve. 调试它分成几个步骤嘛，首先要核对灯的准确性，下达指令，是不是带这回路。 A technológiai forradalom és az ipari fejlődés új fordulója éli virágkorát. Az innováció vezérelt technológia az általános tendencia.
A hagyományos rendszerben korábban a guruló úton függőlegesen és vízszintesen összefonódó fénycsíkok csak jelölési funkciót töltöttek be, az aszfaltozott pályán lévő repülőgépeknek pedig kézi irányításra volt szükségük az előre meghatározott helyzet eléréséhez. A Tasing repülőtér új rendszere a konfliktusos helyzetek elkerülése érdekében önállóan tudja megtervezni a gurulási útvonalat a járat érkezése után. A navigációs lámpák az útvonal tervezésnek megfelelően fokozatosan kapcsolhatók be. További 34 óra múlva hivatalosan is megkezdődik a próbarepülés. Délelőtt 10 órakor Szű Ansen és kollégái ellenőrzése véget ért. Az utolsó tesztelt kifutópálya az, ahol a tesztrepülésgépe holnap landol. De a hibák akkor is csak napvilágra kerültek.我看一下，稍等一下。现在当然是故障的。其实当时的故障的。咱们最重要的就是跑道的中线灯和跑道的快滑灯。如果这个灯有连续的灯不亮，按照行规，它就是这条跑道停航了，就不能再进行起降。 A repülőtér egy szisztematikus projekt, és minden kapcsolat olyan, mint egy kis fogaskerék egy nagy gépben, amelyek kölcsönösen függenek egymástól, és kölcsönhatásba lépnek egymással. Ha a kifutópályát felfüggesztik, az elkerülhetetlenül hatása lesz a holnapi menetrend szerinti járattesztelésre. Ez az a helyzet, amit senki nem szeretne látni. De vajon honnan ered a hiba? A próbarepülés sikeressége szempontjából szintén fontos rész a légi catering csapat, mely holnap esik át a teszten. Míg a dél sem érkezett el, a konyha már nyüzsgő. Azonban úgy tűnik, minden utas, aki repülőn volt, ugyanazt tapasztalta, hogy a légitársaság ételei nem finomak. Liu Xiangcheng azonban, aki évek óta dolgozik a szakmában, mindig egy nagyot sóhajt ilyenkor, tudván, hogy a légiforgalmi ételeket nem könnyű elkészíteni. A jövőben naponta több mint 50 ezer ételt kell a repülőtér kifutójára szállítani. Napról napra növekszik a nyomás a repülési étkeztetési csapaton. De miért olyan nehéz a légi étkeztetési ételeit elkészíteni, és miért nem finomak? Amikor elkezdtük a repülés során az étkezést, a gép már az egyenletes repülés szakaszába ért, 8000 méter feletti magasságban. Ezen a ponton a légnyomás a kabin részben leesett, és a páratartalom 12% alatti, szárazabb, mint a sivatagban. Aminek következtében az ízérzékelési képességünk körülbelül 30%-kal csökken, ezért az átlagos ételek természetesen közömbösek és íztelenek lesznek. Az ízletesség nem múlhat azon, hogy mennyi sót teszünk bele. A lényeg, hogy a hús, köret és zöldség aránya
tudományos és észszerű legyen. Ehhez az szükséges, hogy a Katerin dolgozói kifejleszik a megérzés és a digitális mérleg tökéletes összhangját. 你手动开一下，行到跑道巡查。是手动开的之后又给你打个远程的。别打到远程了，我是那个东阳左的跑道巡查。你刚才开的时候已经亮了，你可能打到远程时候又灭了，就是亮了一下又灭了。你现在就打到本地。好的。那您现在看一下东跑道的跑中仪，跑道是不是正常开启？现在东阳左跑道的中间灯都已经开启。 Közel 1 órás nyomozás és feldolgozás után a vonaljelzőfénye végre folyamatosan világít. A biztonság, a biztonságos repülőtér lételeme. A helyszíni hibaelhárítás befejeződött, de a tesztrepülés előtt Sue Ansen csapata nem mert lazítani. A nyugati toronyban a rámpa vezérlők utolsó helyszíni kiképzésüket végzik a tesztrepülés előtt. Mi a legidőtakarékosabb módja a repülőgép kigurulásának? A Taxing repülőtéren ezt a problémát kell megoldaniuk. Ja, 266 Yangtze Dong Wei Deng Dai Lianxi. Az egyedülálló ötújas folyosó kialakítása biztosítja, hogy az utasok gyalogosan mindössze 8 perc alatt érjék el a legtávolabbi beszálló kaput, de megnehezíti a repülőtéri előtér vezérlését. A Taxing repülőtér összesen 149 gurulóúttal és 204 parkolóhelyen rendelkezik. A gurulási útvonal bonyolult. Szerencsére az ASMGCS rendszer a komplex útmutatásokat egy kövesd a zöld lámpát mondattá alakítja. Ez kétségtelenül elosztja az irányítóra háruló nyomást. Ebben a szakaszban a rendszer még tanul. Esetenként kerülő utat tervez, és emberi korrekcióra van szükség. A terepgyakorlat végén már későre járt. Cui Xiang és kollégái készen álltak a műszakváltásra. Végre pihenhetnek, de holnap nagy vizsga következik. A pekingi terminál parancsnoki központjában a legerősebb agy kora reggel harckészültségbe lépett. Bár ma mindössze 5 gép száll fel és landol a Taxing repülőtéren, abból az előzetes számításból, hogy ez a legerősebb agy, a jövőben körülbelül 2900 gépet fog irányítani, ez mindössze annak 580-ad része. De az első megmérettetés jelentősége akkor is hatalmas. 灯光今天比较特殊，一会儿准备啊，现在还没开呢。这能见度我们先照着夜间四级开呗，四条跑道，八个方向，对。A terminál irányítás utódja, a Taxing repülőtér toronyirányítói ismét ellenőrzik a repülési adatokat. A helyszínen folyik a készülődés.
A helyszínen kívül a szakácsok is elkezdtek sűrögni, forogni. Ami a számba kerül, azon kívül, hogy finom legyen, legfontosabb a higiéniája és a frissessége. A baktériumok szaporodása elleni küzdelem során a konyhában versenyeznünk kell az idővel. 15分钟之内室温20度以下，我们会在规定时间内完成摆盘，最大限度地保证食品的质量，避免受到细菌的污染。 Tányérkihelyezés, tesztelés, gyors fogyasztás, gyári kiszállítás, berakodás. Készülnek az ételek, várjuk a gép érkezését. Minden részleg végez végső ellenőrzést és vizsgálatot. Később öt különböző típusú repülőgép fog hitelesítő szemét szállítani. A fővárosi repülőtérről, a Shijiazhuang repülőtérről és a Chengdu Shuangliu repülőtérről indulva egymás után repültek a Taxing repülőtérre, és egy sor összetett mérést végeztek. Az első repülés vonzotta a legtöbb figyelmet, és egyben a legnagyobb nyomást jelentette. Beszállás előtt újra meg kell nézni a repülési információkat. Bár a fővárosi reptérről a Taxing repülőtérre alig több mint 20 perc a repülési idő, a környezet ismeretlen, az időjárás pedig változékony, így semmilyen részletet nem lehet figyelmen kívül hagyni. Délután 3 órakor Shangfeng csapata indulásra készen áll. A rendszer relé elindult. Az MU-779 végre megjelent az AOC felügyeleti képernyőjén. ...17.43-kor a Shangfeng által vezetett járat simán leszállt, és készen állt, hogy beguruljon a helyére. A személyzet kissé fáradt arcán megkönnyebbült mosoly jelent meg. Ám egy pillanatnyi lazítás után egy még nagyobb kihívás vár rájuk. Sötétedik az ég, fokozatosan növekszik a köd, rohamosan csökken a reptéren a látótávolság. A gépre váró utasok a leginkább ennek hallatán riadtak meg, sajnálattal értesítjük, az időjárás miatt a járat nem tud időben felszállni. De egy ilyen értesítést vártak Shangfeng és partnerei, mert a mai eljövetelük igazi célja a harmadik B-kategóriás landolás kihívása. Köszönöm.
报，大疆机场启动低能建筑运行，准备开始低能建筑运行程序。急救中心、公安局、消防、护理人员、安保、飞行区、航站楼、公共区安到相应。Shenzhen beindította a ma esti tesztrepülés titkos fegyverét, az HUD Head-Up Panelt. A 飞机落地呢，最终飞行员是要目视外面来落地的。但是在非常低的能见度的情况下呢，飞行员看不到外面了。这时候呢，设计了一个 HUD 这个设备，这样的话呢，飞行员就可以不需要这个在里外进行转换，因为看外面的时候看不到仪表，看仪表的时候看不到外面。Az MU-799 ismét felszáll, és egy órás repülést követően visszatér a Taszing repülőtérre, hogy elvégezze a nyomonkövetési kísérleti feladatokat. A gép felszáll, így gyorsan eltűnt a szem elé. Terminálok, tornyok, irányítók bámulták a gép röppájáját. A rendszer nagysebességű működésének hangja különösen szembetűnővé vált. A repülőtéri előtéren a személyzet időnként a köd mélyébe tekintett. A rádiótelefonon pedig folyamatosan frissültek a repülési információk. ...1958-kor a gép a kifutópályához igazodott és lassan leszállt. A terepen lévő navigációs lámpák fokozatosan bekapcsoltak, és a repülőgépet a 120. pozícióba irányították. A Taszing repülőtér ezzel az első olyan repülőtérré vált, amely a beindítás után azonnal megfelel a háromféle üzemeltetési szabványnak. Itt integrálódik a világ legfejlettebb menedzsment technológiája és tapasztalata, magas színvonalú projektek, modellprojektek. Ez a biztonságos repülőtér számára is fontos garancia lesz. Extrém repülés, a legmagasabb nemzetközi színvonal, az első belföldön, ezen izgalmas szavak mögött a Taszing repülőtér üzemeltetési csapatának több éves, folyamatos erőfeszítése húzódik meg. Még van 30 nap a nyitásig. Az Arany Főnix kitárja szárnyait, repülni vágyik.